Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2-t nézitek, és a Nokia Lumia 530-as okostelefont tartom a kezemben, amely az eddigi legolcsóbb Lumia készülék. A készülék ennek megfelelően elég faparosnak is vehető. Itt van a kijelzőnk, amely 800-480 pixel felbontású, illetve a betekintési szögeknél van némi kivetni való, tehát ezért a minőség nem tökéletes, nem olyan, mint mondjuk a Lumia 520-nál volt. A kijelző előlapján van hangszórónk, amint látható szoftveres gombokat kapunk a Nokia-tól immáron, illetve felül tulajdonképpen semmi nincs, tehát csak a hangszórót találjuk, nincs kamera, nincs fényérzékelő. A hátlap az többszínű lehet, itt jelen pillanatban éppen a narancssárga verzió van, itt van egy pici hangszórunk, illetve itt van a hátlapi kamerány. A készülék jobb oldalán van hangerőszabályzó gomb, bekapcsoló gomb, viszont a kamera gomb az lemaradt. Van még egy micro USB 2.0 portunk, bal oldal üres, felül pedig egy jack csatlakozó. A készülék hátlapja teljes természetesen leemelhető, elég vaskos, vastag egyébként a telefon. Amint látható, NFC nincs belül, itt van az akkumulátorunk, alatta pedig a microSIM, illetve a microSD kártyaszlot a hátlap alatt. Maga a telefonja nem kapott vakut, elég kis vaskos, nem annyira vékony. És hát itt van maga a kijelzőnk, amit mondtam, nem a legszebb, viszont sebességet tekintve igazából abszolút elfogadható. Nem igazán érezni sebességben nagy hiányosságot, hiszen egészen jól el van látva optimalizáció, és hogy látszik, például a Cortana is elérhető rajta igény esetén, úgy, hogy megkapjuk az Office csomagot. És hát nézzük meg, hogy a kameránk milyen képet csinál. Itt látható, hogy autofókusz igazából nincs, ez azonnal fotóz, hogyha hozzáérünk. Lövünk is egy képet, és megnézzük, hogy hogyan néz ki. Kicsit ködös, kicsit homályos, annyira sajnos nem jó minőségű a kép. Bár még itt azt mondom, hogy egészen jól kivehető az arc is, egy olyan 3-4 méter távolságról is. Így néz ki tehát kívülről a Nokia Lumia 530, amit hamarosan tesztelni is fogunk majd a Tech2.hu-n. Kövessetek minket továbbra is, sziasztok!